A szüreti időszak halálos veszélyére, a mustgázmérgezésre hívta fel a figyelmet a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság azzal a bemutatóval, amit Várdombon tartottak. A szervezet szekszárdi kirendeltségének vezetője elmondta, a balesetek száma évről évre csökken. Ha valaki mustgázmérgezést szenved, és lent marad a pincében, akkor a helyiek, akik ott vannak a pince környékén, azok próbálnak a segítségére sietni. És nyilván ezt megfelelő védőfelszerelés nélkül próbálják megtenni, tehát ezt soha ne kíséreljék meg. Légzésvédőeszköz mindenféleképpen kell ahhoz, hogy kimentsük a bajba jutottat, mert különben mi magunk is a mustgáznak az áldozataivá fogunk válni. Jó napot! Kisnagy Gyula, a szekszárdi mentőállomás vezetője kiemelte, nagyon fontos, hogy ha már megtörtént a környezetünkben a baj, akkor senki ne akarjon hős lenni, inkább hívja a 112-t. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy ezek a szőlők, ezek nem exakt címeken találhatóak meg, hanem mindig valamilyen kis helyrajzi számhoz köthető területek. Nehéz a megközelítésük is, nagyon sokszor ezek csak földes vagy murvás utak. És ugye az már meghatározza azt, hogy egyáltalán ezekkel a szerkocsikkal vagy mentőgépjárművekkel meg tudjuk-e megfelelően közelíteni a helyszínt. Tehát a legjobb, hogyha egy markáns támpontot keresünk, ahol tudjuk fogadni a mentőegységeket, és a lehető legközelebb oda kalauzolni a bajba jutotthoz. Bősz Adrián, a szekszárdi borvidék hegyközségi tanácsának elnöke szerint a legjobb megoldás a megelőzés. Folyamatos szellőztetést kell biztosítani az erjesztő helyiségekben, és csak a megfelelő óvintézkedések mellett szabad lemenni. Ha ott még észnél vagyunk, akkor azonnal, tehát mindent ledobva, nem mindegy az, hogy kifolyik, nem folyik, tök mindegy, azonnal ki kell menni a pincéből, és friss levegőt kell szívni, de a legjobb az lenne, hogyha ezek a helyek úgy vannak megközelítve, hogy a megfelelő, tehát hogy megfelelő oxigénszint legyen, tehát szüretkor alapos szellőztetés, akár plusz ventilátorokat beállítani, hogy mielőtt bemegyünk, alaposan átszellőztetjük a helyszínt. Ma már nem annyira drága egyébként egy széndioxid érzékelő se, akkor azokat be lehet tenni ezekbe az árterekbe, és amikor sipol, akkor tudjuk, hogy gond van. De a régi gyertyás módszer is segít a megelőzésben, tette hozzá a borász. A statisztikák szerint az elmúlt esztendőkben nem történt mustgázmérgezés Tolna vármegyében. Országos szinten évente 40-50 alkalommal riasztják a tűzoltókat, azonban az esetek többségénél már nem tudnak segíteni.